Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják. Április 10-e van, a Zsoltok ünneplik névnapjukat. Ma van nagypéntek a Julianus naptár szerint. Ma van a Magyar Nemzeti Rákellenes Nap. 103 éve elindult végzetes útjára a Titanic luxushajó Southamptonból. Most lássuk a nap legfontosabb híreit egy-egy mondatban. Ledöntötte a szél az Apatini templom tornyát, a leomló darabok a tetőszerkezetet is megbontották. Az ortodox hívők ma tartják nagypénteket, ez a kereszténység legszomorúbb napja. Külön törvényként fogadta el csütörtökön éjjel a szerb parlament a Belgráda vízen projektet. 2500 résztvevője és több száz látogatója volt az idei nemzetközi kézimunka és gyűjtemény kiállításnak Kullán. Ledöntötte a szél az Apatini Jézus Szíve katolikus templom egyik tornyát. Szerdán az erős széllökések miatt adta meg magát az egyébként is felújításra szoruló tetőszerkezet. Már messziről feltűnik az Apatini katolikus templom csonkatornya. Közelebb érkezve a leomlott szerkezet részei is látszanak a tetőre fennakadva. Kerít is védi a járókelőket az esetleges további lehulló daraboktól. 2011-ben a villám belecsapott a toronyba, az akkor keletkezett tűz megrongálta a gerendákat. Szerdán nagy vihar volt Apatinban, ezért dőlhetett le a torony. Mivel nincs állandó papa templomban, senkit nem találtunk a helyszínen. A járókelők szerint a torony tetején a kereszt évek óta nem volt a helyén. A 2011-es tűzesetre is mindenki emlékszik. A két tornyú templomot az 1930-as évek elején építették. Akkoriban az egyik legnagyobb templom volt Bácskában. A vallási ünnep miatt az önkormányzati épület is zárva volt pénteken. Csíkos János, a VMS helyi szervezetének elnöke telefonon elmondta, a teljes renoválás 3 millió dinárba kerülne, amelyből 1 millió dinárt már el is különített az önkormányzat. A beruházás többi részét egyházi eszközökből és a hívők adományaiból szeretnék fedezni. Országos rendőrségi akcióban összesen 16 szemét állítottak elő a belügyi szervek. Többségüket azzal gyanúsítják, hogy közük volt Andrej Vučić, a szerb kormány fő fivérének személyi azonossági adatainak ellopásához. 2010-ben az Andrej Vučić személyi igazolványán található adatokat felhasználva jegyzett be valaki egy fantom céget. Egy évvel később a vállalat számláját zárolták, mivel 20 millió dináros adósságot halmozott fel. Alekszandr Vučić kormányfő az üggyel kapcsolatban azt nyilatkozta, ellopták fivére személy azonossági adatait. Nebojsa Stefanovics belügyminiszter pedig a Parlament Védelmi Bizottságának ülésén azt hangsúlyozta, grafológusok minden kétséget kizáróan megállapították, hogy hamisították Vučić kormány főfivérének aláírását. Nebojsa Stefanovics belügyminiszter szerint Andrej Vučićon kívül még nagyon sok szerb állampolgár adataival éltek vissza az elkövetők. Összesen 7 fantom céget alapítottak. 2009-2010-ben két vállalat hamis adóbevallásai alapján mintegy 300 ezer eurónyi áfát igényeltek vissza. Koristeći druga preduzeća također konvertovali taj novac u devizna sredstva, iskoristili za plaćanje fiktivnih obaveza prema pravnim licima sa teritorije Narodne Republike Kine u ukupnom iznosu od 42 miliona 745 262 dinara ili tadašnjem kursu oko 500.000 evra. Proverama upravi carine utvrđeno je da navedena preduzeća nikada nisu vršila uvoz robe, a samim tim nije bilo nikakvog osnova za navedena plaćanja. Magyarországon vádat emeltek két magyar és egy szerb határrendész, valamint további 3 ember ellen, akik anyagi ellenszolgáltatásért a zöld határon átjuttatta különböző nemzetiségű állampolgárokat, azután az Ausztriába szállításukat is megszervezték. A 6 vádlott 2013. januárjában és februárjában mintegy 20 migránsnak nyújtott segítséget ahhoz, hogy Ausztriába jussanak. A vád alapján 7,5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetőek.
A vádlottak az eljárás korábbi szakaszában előzetes letartóztatásban voltak. Jelenleg valamennyien szabadlábon védekeznek. Ügyükben a Kecskeméti járásbíróság fog ítéletet hozni. Stabilizálódott a műtétet követően annak a 17 éves fiatalnak az állapota, akit tegnap este sebesítettek meg Koszovszka Mitrovicán. 18 óra körül több ismeretlen személy három szerb fiúra támadt rá az Ibári hídnál. Két fiúnak sikerült elmenekülnie, a harmadikat viszont késsel megsebesítették. A mellkasába szúrtak. Megsérült a jobb tüdőszárnya, a rekeszizma és a mája. Az eset nagyon megviselte a helyi polgárokat. A koszovói rendőrség közölt, hogy a biztonsági felvételek szerint a támadók öten voltak. A helyi szerb politikusok szerint nemzeti alapú incidensről van szó, és elítélték a történteket. Az ortodox hívők ma tartják nagy pénteket. Ezt a kereszténység legszomorúbb napjának tartják, mert ekkor ítélték el és feszítették meg Jézust. Nagy pénteken a pravoszláv hívők is szigorúan böjtölnek, ilyenkor festik a tojásokat is. Az ortodox hívők a vallásuk szerinti nagypénteken megrohamozták a szabadkai piacot. A legtöbben tojást vásároltak. Többféle nagyságú és minőségű tojásból válogathattak a vásárlók a szabadkai tejpiacon. A tojásfestés nagy pénteken végzik a pravoszlávok. Legtöbbször piros festékkel, ami Krisztus vérét szimbolizálja. Ezen az ünnepen különös jelentősége van ezeknek a termékeknek, mert keménységük szerint kell őket válogatni. Húsvétkor a pravoszlávok ugyanis összeütik a piros tojásokat, és az lesz a győztes, aki épségben marad. Pa ove male su tvrđe, zato što je manje sa otim je čvrše jaja, što je veće sa otim je krtije i lupa se. Tako da u svakom slučaju je malo je ove bolje za šaranje, za ono kuckanje što je već u skršnjim praznici. Nagypénteken az ortodox hívők is böjtölnek. Olyanok is vannak, akik semmit nem esznek napnyugtáig. Mások halat vásárolnak, mert ez is böjti ételnek számít. Danas je kao postno, razumeš, znači riba, salata, krompir salata, razne ove turšije, šta ja znam u onom, tako da, a već od sutra i u nedelju to je roštilj, pa šunke, da. A szerbség húsvéti asztalán is kiemelt helyen szerepel a sonka. Az árusok azt mondják, érdemes jó minőségű füstölt finomságot vásárolni, hogy a főzés gondmentes legyen. Az ünnepi menüben más húsok is szerepelnek. Više se to ponaša, znači šunka u katoličkoj veroispovesti nego u pravoslavnoj. Međutim, kod nas ide više jagnjetina, prasetina konkretno, a u principu nije kod nas da se ne kuva, nego treba baš pridržavati se znači jednih i drugih običaja, sve to lepo kada je na stolu. A harangok egészen vasárnapig nem szólalhatnak meg az ortodox templomokban. Helyettük fakolompokat használnak az istentiszteleteken. A pravoszláv hívők ilyenkor gyertyát gyújtanak meg halottaik lelki üdvéért. Újvidék és a Julianus naptár szerinti húsvétra készül. Nagypénteken az ortodox papok sötét ruhát viselnek. Ez a várakozás időszaka, szigorú böjti nap. Ilyenkor nincs mise a templomokban. A hívők is a szerb pravoszláv egyház számára nagypéntek azt a napot jelképezi, amikor Jézus Krisztus Poncius Pilátus elé hurcolták, aki bűnösnek nyilvánította és keresztre feszítette. Taj dan se obeležava kao najveći praznik, jer razapet je živ Isus Hristos na krstu i za taj dan se pripremaju, farbaju se jaja i taj dan se ne peva, ne igra, ne svira. I ko može da izdrži, da ne jede, da ne pije. A legszomorúbb napra való készülődés csütörtökön este kezdődik. Ekkor jelentik be minden templomban a nagy virrasztást. A papok sötét ruhát öltenek, a kereszt előtt olvassák fel a 12 evangéliumot, a hívők pedig égő gyertyával a kezükben imádkoznak. Slavimo tako što farbamo jaja i dolazimo, ja dolazim obavezno na plač Matere Božije. To mi je tako jako svečano. Uglavnom smo u crkvi. To je prikladno za veliki petak.
Ez a nap szigorú bőjt. A pravoszláv templomokban délután kezdődik a Krisztus keresztről való levételének szentelt vecsernye. Az oltár előtt keresztben álló díszes asztal pedig Krisztus sírját jelképezi. Nagypénteken nem szokás énekelni, vigadni, és nagy csütörtöktől egészen húsvétig a feltámadás napjáig nem szólnak a harangok. A keresztények nagypénteken róják le hálájukat Krisztus értük hozott áldozatáért. Ez a nap egyúttal annak a hitnek a megerősítése, hogy szenvedés és halál nélkül nincs feltámadás. A szerb pártiárka és a szerb kormány képviselői nagypéntek alkalmából köszöntöttek minden hívőt, aki a Julianus naptár szerint ünnepel. A szerbiai ortodox hívők ne csak szavaikkal hirdessék belső meggyőződésüket, hanem tetteikkel is törekedjenek hitük megerősítésére. Hangsúlyozta húsvéti köszöntőjében Irinej pátriárka, a szerbiai ortodox egyház vezetője. Emellett felszólította a pravoszláv hívőket, hogy sose helyezzék saját földi értékeiket az egyházi értékrendszer fölé. Da o ljubavi i slozi, jedni sa drugima čuvamo jedinstvo duha svezomira i da nikada svoje zemaljske interese ne stavljamo iznad interesa crkve i sveopšteg dobra. Alekszander Vučić miniszterelnök a szerb kormány nevében köszöntött mindenkit, aki a Julianus naptár szerint ünnepel. A kormányfő kiemelte, hogy csak szorgalommal és kemény munkával küzdhetjük le az előttünk álló akadályokat. Vučić hozzátette biztosabban, hogy az út végén megtaláljuk a szerencsét és a boldogságot. Nikola Selaković igazságügyi miniszter levélben fordult a polgárokhoz. Azt írja, Jézus minden embernek átadta a halhatatlanság ajándékát, mi magunknak is Isten lábnyomain járva kell dolgoznunk egy jobb Szerbiáért. A köztársasági képviselőház nevében Maja Gojkovics, a parlament elnöke szólt a hívőkhöz. Köszöntőjében arról beszélt, hogy az ünnep hozza el a kölcsönös megértés és a tolerancia ajándékát. Meho Omirović, a szerb parlament kisebbségügyi és nemi egyenjogúságáért felelős tanács elnöke azt reméli, hogy az emelkedett pillanatokban minden ember szívébe szeretet költözik, vallástól és nemzetiségtől függetlenül. A vajdasági kormánykoalíciót kellemesen meglepte Alekszander Vučić kormányfő azon bejelentése, miszerint májusban megkezdik a tartomány pénzeléséről szóló törvénnyel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokat, írja a Vajdaság Ma hírportál. Bojan Kostres, a VSL elnökhelyettese azt mondta, a Liga megörült Vučić kormányfő bejelentésének, mert ez azt jelenti, hogy érlelődik az a felismerés, miszerint Vajdaságról tárgyalni kell, hogy ne váljon problémává. Egeresi Sándor, a VMS tartományi parlamenti frakció vezetője azt mondja, ideje meghozni ezt a törvényt. Hozzátette, a magyar párt tudja, hogyan pénzelték eddig Vajdaságot, és éppen ezért meg kell oldani ezt a kérdést, hiszen ez az egyik sorsdöntő kérdés tartományunk szempontjából. Külön törvényként fogadta el csütörtökön éjjel a szerb parlament a Belgrád a Vizen projektet. A képviselők késő estig vitáztak a várhatóan 13 ezer új munkahelyet teremtő beruházás kiemelt jelentőségű projektummá nyilvánításáról. 77 módosító javaslatot nyújtottak be a képviselők. 750 ezer négyzetméteres a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő új épületkomplexum, amelynek egy részén közintézmények kapnak majd helyet. Óvodák, iskolák, kulturális és egészségügyi központok is lesznek a Belgrád a Vizen projektum által kiépült új város részben. 242 ezer négyzetméter zöld övezetet is kialakítanak majd. A legnagyobb területet az irodaházak kapják majd, amelyekbe a kormány multinacionális vállalatok székhelyét tervezi. A beruházás hatására várhatóan több mint 13 ezer új munkahely jön létre, és mintegy 17 ezer lakó költözhet be az új központba. 186 za, protiv 9, uzdržan, niko nije glasao, jedan poslanik. 176 igen és 9 nem szavazat mellett fogadta el csütörtökön éjjel a szerb képviselőház a Belgrád a Vizen projektum kiemelt jelentőségűvé nyilvánítását. Ezzel közérdekűvé vált az építési területhez szükséges ingatlanok kisajátítása és a munkálatok megkezdése. A 3,5 milliárd eurós beruházás a hatalmi többség szerint az egész térség fejlesztését szolgálná. Az épületkomplexum kiépítése még az idén nyáron megkezdődhet, nyilatkozta Sinisa Mali Belgrád polgármestere. A befektető az Egyesült Arab Emírségek egy újonnan alapított vállalkozása.
2015. október 1-től végzi majd a diplomák honosítását az erre a célra megalakult központ Szerbiában, azaz fél éves késéssel a tavaly szeptemberben megszavazott felsőoktatási törvénymódosítás alapján. A központ egy egységes adatbázis alapján dolgozik majd. A külföldön szerzett egyetemi oklevelek könnyítése, gyorsítása abban várható, hogyha már egyszer honosítottak egy bizonyos felsőoktatási intézményben szerzett oklevelet, akkor minden további ugyanebben az intézményben, ugyanezen a szakon szerzett, ugyanolyan elnevezésű diplomát már szinte automatikusan honosítanak majd, írja képviselői oldalán Vicsek Anna Mária, a VMS szerbiai parlamenti képviselője. Valószínűleg sokkal olcsóbb is lesz a honosítás, mint amennyibe eddig a felsőoktatási intézményekben került. Továbbra is lesznek viszont különbözeti vizsgák. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Idén is lesz vajdasági vágta. A Nemzeti Vágta előfutamát május 23-án tartják meg Zobnaticán. Újjáéled a felnőtt amatőr színjátszás Bács-Feketehegyen. Tegnap este Kozsár Zsuzsanna Hőség című vígjátékát mutatták be. Május 23-án ismét megszervezik a vajdasági vágtát Zobnaticán. A verseny dobogósai Budapestre jutnak tovább, és a Nemzeti Vágtán mérhetik össze rátermettségüket és tudásukat. Eddig 22-en jelentkeztek a vajdasági megmérettetésre. A vajdasági vágta tavaly 10 000 nézőt vonzott. Idén még több látogatót várnak. Hölgyeim és uraim, Tornyos Nagy Norbertel, Tornyos az első, második, Bács-Feketehegy, és micsoda küzdelem a harmadik helyért, a még döntős helyért, jön Bács-Kossuth-Falva és Kishegyes, Bács-Kossuth-Falvát behozza Kósa Maja a harmadik helyre. Ő még így zárult a második vajdasági vágta egy évvel ezelőtt. Izgalmas futamok, látványos lovas bemutató, ügető futam, szinkronfogadhajtás, operett gála a nap lezárásaként. Ez a jól megszervezett vágta receptje. Minden, ami bevált, marad idén is. A helyszín változatlanul Zobnatica, a színes programok pedig még bővülnek is. Az idén már Vajdaságban kishuszár vágtát is fogunk szervezni. Ez a fiatal lovasok számára, és ilyen pónilovak, és tehát ilyen 137 cm magasságig megnövő lovakat fognak megülni. Nem maradhat el a nemzetközi vágta sem. Ennek nyertese Szerbiát képviseli majd Budapesten a Hősök terén szeptemberben a Nemzeti Vágtán. Ami változik, az az időpont. Idén május végén lépnek pályára a lovasok, így bizakodni lehet abban, hogy a vágta idején kellemes napsütés és nem perzselő meleg lesz, mint az elmúlt két évben. Ráadásul a pálya környéke is változhat némileg, mivel a lovardának új arab tulajdonosa van. Ezáltal is valamilyen módon lehetőséget teremtsünk a vajdasági vágtán keresztül arra, hogy ez a monarchia korabeli hangulatot idéző lóversenypálya helyszín visszakapja a régi fényét, amelyre az új tulajdonosok nagy hangsúlyt fektetnek. A szervezők a Vajdasági Magyar Szövetség, a Lovas Show Kft. És a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány. A rendezvény fővédnöke pedig Pásztor István, a VMS vezetője és a tartományi képviselőház elnöke. Április 11-e a Magyar Költészet napja. Ez alkalomból a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezete megemlékezést szervezett, majd megkoszorúzták Fehér Ferenc kiemelkedő vajdasági magyar költő mellszobrát. Fehér Ferenc, apám citerája. Fehér Ferenc költőre emlékeztek a tiszteletére állított mellszobor előtt Újvidéken. Erdély Lenke, a szobor kezdeményező bizottság tagja, az író életéről, illetve munkásságáról beszélt, irodalmi jelentőségét méltatta. Sikerült olyan életművet létrehoznia, amely tartósabb a bronznál is, és ellenáll az enyészetnek, a kopásnak, az elmúlásnak. Fehér Ferenc ugye a vajdasági költő volt, aki tulajdonképpen faluról falura járva volt kapcsolatban magával a vajdasági magyarsággal is, annak minden rétegével. Ez nagyon fontos, másrészt pedig az, hogy ő volt az első, aki tulajdonképpen az itt lévő Jugoszlávia területén élő és alkotó
költőknek a versét lefordította. A költőről elnevezett téren az újvidéki magyar politika és közélet képviselői, valamint Fehér Ferenc tisztelői a költő és műfordító mellszobránál helyezték el a kegyelet virágait. A közjó meg a magyarság érdekében is jelentősége van. Nem csak azért, mert a Magyar Költészet napját jelöljük ezzel a visszaemlékezéssel, hanem Vajdaság számára Fehér Ferenc is nagy irodalmár volt. Az ötödször megkoszorúzott emlékművet a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezetének kezdeményezésére 2011. január 31-én avatták fel. A tartományi székvárosban Fehér Ferenc mellszobra az első neves magyar személynek állított köztéri szobor. 1964-től minden évben április 11-én József Attila születésnapján tartják Magyarországon a költészet napját. Ugyanazon a napon született 1900-ban a magyar irodalom egyik másik kiemelkedő alakja, Márai Sándor is. Az idei immáron 5. alkalommal megrendezett versmaratonon Oláh János költőnek a felolvasásával kezdődött el. Április 10-én a költészet napja előtti napon versmaratont szervezett a Magyar Rádió, a Magyar Napló Kiadó és az MTVA. A rendezvényen az év versei 2015 című antológia versei kerülnek felolvasásra 69 költő előadásában reggel 10-től este 10-ig a Thália Színházban. Közeli és nehezen érthető az Isten. Amit mond, fülemhez túl közel hajolva mondja. 5 évvel ezelőtt jutott eszünkbe, jó lenne felolvasni ezt a költészet napján ezt a könyvet, méghozzá azért, mert azt tapasztaltam, hogy költészet napján sok versműsor van, de élő költők azok el vannak felejtve, ilyen szépen fejezem ki magamat, csak József Attilát vagy egyéb klasszikusokat szavalnak, és azokat is színészek, és azt gondoltam, ha már a költészet ünnepéről van szó, akkor jelenjenek meg a költők. Az antológiában határon túli költők versei is megjelentek, Beszédes Istvánnak 1, Tari Istvánnak pedig 3 alkotása. Rácsodálkoztam, hogy milyen gazdag a magyar költészet, hogy milyen sok tehetségünk van, és nem csak az idősebb korosztályban vannak nagyon izgalmas költőink, hanem a mai 30-as, 40-es korosztályban is, a 20 évesek között is vannak nagyon ígéretes költők. Tehát rengeteg tehetség van ebben az országban, a magyarságban, mert ez nagyon fontos, hogy az antológiában nem csak anyaországi magyarok szerepelnek, hanem határon túliak is. Délvidékiek, például Tari István, délvidékről Beszédes István. A 69 jelenlévő művész mellett további 15 felvételről szólalt meg. A rendezvény pedig végig élőben követhető volt az interneten. Jónás Gabriel a szabadkai színművésznő 40 éves munkásságának tiszteletére emlékestet szerveztek a Szabadkai Népkörben csütörtökön este. A közönséget a felcsendülő dalokkal és versekkel maga az ünnepelt színésznő szórakoztatta. Vastaps fogadta Jónás Gabriella színművésznő csütörtökön este a Szabadkai Népkörben. A közönség így fejezte ki elismerését a színésznő 4 évtizedes eredményes munkája iránt. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint példaértékű a művésznő máig tartó tevékenysége. Olyan ember, akit tisztelni, becsülni kell, akit szeretünk, aki 40 év óta a színpadon van, közöttünk van, hűséges hozzánk, és akit ez a közönség becsül, nagyon szeret, és aki úgy szabadkai, úgy vajdasági, hogy egyszerre az egyetemes magyar irodalomnak, a magyar művészetnek, a magyar színművészetnek egyik legnagyobb alakja. Jónás Gabriella lelkiismeretes munkáját kollégái is elismerik. Borzasztóan szorgalmas, borzasztóan rendszerető, az ő láttal az egész zenekart, ő kottával, nyomtatványokkal, ő minden daltnak a szövegét, kottáját kinyomtatja, tehát én nagyon szeretek vele dolgozni. A Szabadkai Népszínház színésze az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára. Több nemzetközi és magyar filmben is szerepelt. Sokoldalú tevékenységért számos díjat kapott. Sikeréért azonban elsősorban másoknak hálás. Mindig olyan feladatokat bíztak rám, amellyel fejlődni lehetett.
és úgy érzem, hogy otthonra találtam itt Vajdaságban. És ezzel a műsorral valahogy ezt a 40 évet szerettem volna megköszönni a vajdasági egykori és mai nézőknek. A színésznő a mai napig a közönséget szolgálja, jelenleg a Szó együttes énekese. A jövőben reményei szerint a színház porondján is játszik majd a nagy érdemének. Egy vérbeli falusi komédiával mutatkozott be a Soma Színtársulat csütörtökön este Bács-Fekete-hegyen. A helyi amatőr színjátszó csoport 2 év kihagyás után szerveződött újjá. Első bemutatójukat teltházzal várta a közönség. Kozsár Zsuzsanna Hőség című darabját vitték színre Hajvert Ákos rendezésében. Már-e megint a kocsmában voltál azokkal a jó madarakkal? Nem megmondtam hányszor, hogy ne igyál! Ki az úr a házban? Hangzik el többször a reneszánsz kort idéző műben. A Hőség című darab a férfiak és nők viszonyait boncolgatja, valamint az is kiderül az előadásból, hogy miért kínozza oly nagyon a fiatalokat a hőség a nyári éjeken. Calandrino történetét sokszor komikus jeleneteken keresztül, a malackodásokat sem mellőzve ismerhetjük meg. A család fő szerepét Szabó László öltötte magára. Bács-Fekete-hegy mindig is híres volt az amatőr színjátszás terén. Nagyon hiányzik a feketicsi közönségnek a színházi előadás. Nem mondjam, ha a feketicsiek szerepelnek, akkor teltházban. 10 Bács-Fekete-hegyi és környékbeli felnőtt amatőr színész vállalt szerepet az Újjáélet társulatban. Nem szeretem a sorozatokat, nem szeretem a számítógépet. Ha van egy pici időm, akkor vagy kézimunkázok, vagy szórakoztatom a közönséget. Így szórakozok én is. Másfél hónap alatt állították össze az egy órás darabot a Somások. Nem tartottam nehéznek, mert végül is elmondta a rendező, hogy mi az elvárása, és ahhoz próbáltam tartani magam. Közben meg már megint sajátunkat áldozzuk fel, hogy jól lakassuk a pocsaleső barátaidat! Egy felvidéki szerzőnő, Kozsár Zsuzsanna írta meg ezt a Decameron alapján. Egy történetet mesél el benne, és azért tűnt izgalmasnak egyébként, mert nem csak színházat játszik, hanem színházat a színházban játszik, és ettől még izgalmasabb volt ez a történet. A csütörtöki bemutató után a Feketics Művelődés Egyesület berkeiben működő Soma Színtársulat a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján is bemutatja a produkcióját április 17-én Bácskertesen. 2500 résztvevője és több száz látogatója volt az idei MÉRK nemzetközi kézimunka és gyűjtemény kiállításnak Kulán. A főszervezők első alkalommal osztották ki az aranytű díjat a legszebb munkákért. A vajdasági kézimunkázókon kívül Szerbia más részeiről is érkeztek csoportok, akik a vidékükre jellemző motivumokat mutattak be. A kiállításon 2500 munkát állítottak ki, köztük egy értékes imakönyv gyűjteményt és a világ 251 országát képviselő bélyeggyűjteményt is. A MÉRK versenyjellegű kiállítás, 6 kategóriában osztottak díjakat. A 40 főnél nagyobb csoportok kategóriájában a topolyai orchidea csoport érdemelte ki az első helyet. Minden évben jövünk, és akkor azért kézimunkáznak az asszonyok, hogy bemutassuk a munkánkat, mindenki meglássa, meg a másik az, hogy olyan emberekkel találkozik itt, találkozunk, akik már lehet, hogy 10 éve nem láttunk. Az is egy apropója, hogy jövünk. Díjazták a Zentai Gazdakör hagyományápoló szakágát is. Nagyon minőséges munkákat hoztak az idén az asszonyok. Bármelyik terénbe megyünk, mindenütt megfogja a szemünket valami szép, ízléses és minőségi munkák. Valamikor nem voltak ilyen minőségesek, mert én is régen zsűriztem, és én abból indulok ki mostan. Az aranytű díjat az idén először osztották ki. A hagyományos motívumok legszebb ábrázolásáért Dusica Goricát és Kis Ilonát tüntették ki.
A hétnapos rendezvényt számos közismert vendég is meglátogatta. A kiállítást megtekintette húsvét vasárnapján, az ünnepi mise cereblálása után Monsignor Miocs József, a szabadkai paulinium rektora, és hát nagyon érdekelte a zarándoklatok és mindaz, ami az egyházi témával kapcsolatos, de egyébként is megbecsülését fejezte ki, amiért ezt csináljuk is ilyen hosszú idő óta. A versenyt ezentúl új összetételű csoport szervezi, amely nagymesteri díjas kézimunkázókból áll. A jövő évi versenykiállítás helyszíne még nem ismert. 59 éves korában hosszú betegség után csütörtökön elhunyt Papp Vera, a Vígszínház vezető színésznője, Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész. Papp Vera a Színház és Filmművészeti Egyetem elvégzése után 1979-ben a Vígszínházhoz szerződött, és azóta 36 éve megszakítás nélkül a társulat hűséges tagja volt. Alakításaiból egyszerre sugárzott lényének érzékeny, lírai és groteszk oldala. Szorgalmának, színészi alázatának, tragikai képességének és egyedülálló humorának köszönhetően eljátszhatta a drámairodalom nagy szerepeit. Betegsége alatt szinte megszakítás nélkül játszott, február 8-án lépett utoljára színpadra. Papp Verát a Vígszínház saját halottjának tekinti. A híradó végén az időjárásról. A hosszú csapadékos és szeles időszak után végre egy kicsit a tavaszba is belekóstolhatunk. Az elkövetkező napokban háborítatlan napsütésre van kilátása a meteorológusok szerint. Kettől átmeneti lehűlés várható. A jó időnek köszönhetően igen sokan kijöttek ma a Palicsi tópartra sétálni. Az előrejelzések szerint egész hétvégén élvezhetjük majd a tavaszi időjárást. Kellemes napsütéses időjárás. A hideg és szeles napok után mindenki számára igazi felüdülésnek számít megválni a téli kabátoktól és egy kicsit élvezni a tavaszias időt. A szabadkai polgárok egyöntetően a szabadban szeretnék eltölteni a hétvégét. Valószínűleg biciklizünk, meg a max a barátokkal majd kivegyünk a szabadba. Stúvisi napulju, sejtni a druzsényi tako. Odmormala. Valószínű, hogy a szabadba leszünk. Megyünk majd sétálni. Az egész hétvégére jósolt felhőtlen napsütéses időjárást a felettünk átvonuló anticiklonnak köszönhetjük, tudtuk meg Kovács Géza meteorológustól. Holnap tovább melegszik az idő, ugyanis továbbra is az anticiklon kicsit keletebbre húzódik, de továbbra is délies áramlattal egyre melegebb léghullámok árasszák a térségünket. Sok lesz a napsütés, picit élénkebb lesz a szél, mint ma, de nem lesz veszélyes, a hőmérséklet tovább emelkedik, úgyhogy hónap már akár 21-22 fok is lehet. Hétfőn számíthatunk a legmelegebb időjárásra, akár 23 fok Celsiusra is felszökhet a hőmérő higanyszála. Kettől azonban ismét néhány napos átmeneti lehűlés várható gyenge csapadékkal. Győzelemmel zárták szereplésüket az Euróliga top 16-os szakaszában a belgrádi Crvena Zvezda kosárlabdázói. A piros-fehérek az utolsó fordulóban Boban Marjanovic 2 másodperccel a lefújás előtt büntetőből szerzett találatával 69-68-as győzelmet arattak a görög Panathinaikos felett a Pionér sportcsarnokban. A 223 cm magas Marjanovic új csúcsot állított fel az Euróligában. Korábban ugyanis még senki sem gyűjtött 249 lepattanót egy idény során. A csoport másik mérkőzésén a Maccabi 73-64-re nyert Berlinben, az Alba vendégeként, még a Galatasaray Barcelona és a Real Madrid Zalgiris mérkőzéseket ma játsszák. A csoportban a Crvena Zvezda 4 győzelemmel és 10 vereséggel a 7. helyen zárt. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Ledöntötte a szél az Apatini templom tornyát, a leomló darabok a tetőszerkezetet is megbontották. Az ortodox hívők ma tartják nagypénteket, ez a kereszténység legszomorúbb napja. Külön törvényként fogadta el csütörtökön éjjel a szerb parlament a Belgrád a vízen projektet.
2500 résztvevője és több száz látogatója volt az idei nemzetközi kézimunka és gyűjtemény kiállításnak Kullán. Köszönjük figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol bejátszásainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Szép estét, jó pihenést kívánok, viszontlátásra!